Mitől különlegesek az itt található ásványok? Ezek az ásványok, tehát atlantiszi eredetűek, tehát Atlantisról jön maga a kristálygyógyászat, és hát Atlantisról nagyon sok mindent lehet olvasni, és a kristály tanfolyamon tanítjuk is ezeket a dolgokat. Vannak olyan kristályok, amik például a hegyi kristály, ami a földdel együtt keletkezett, bent van az összes ősi tudás, és ezért szoktuk mondani azt, hogy ő a mester minden kör fölöttel, és minden szinten kifejti, tehát testi, lelki és szellemi szinten is tud gyógyítani. Milyen problémákkal szoktak hozzátok fordulni az emberek, milyen betegségekre keresnek gyógyírt, és reménykednek abban, hogy a kövek segítségével meggyógyulnak? Hát mindenféle problémával jönnek, de az ásvány egy a sok alternatíva közül, tehát nagyon sok esetben az ásvány is segít, de én, mint természetgyógyász, más dolgokat is szoktam mellé ajánlani. Hát, ha tudom, ha valaki bejön és a holdkövet keresi, akkor terhességi problémája van általában, és hát ilyenkor persze ez is használ, de más alternatíva is kell mellé. Vagy idősebbek általában a fluoritot, a magnezitet, a hematitot, a magnetitet keresik. Ezek mind az izületekre, az érrendszerre, a keringésre hatnak ki. Aztán hát az emésztéssel van nagyon sok embernek baja, tehát az összes ahát jó az emésztésre, a citrin nagyon jó az emésztésre. És hát ugye vannak olyan emberek, akik állandóan energia problémával, szoktam mondani, hogy sok nő egy helyen, a munka végén senkinek sem lesz energiája, tehát nekik nagyon jó a tűzahát, például a tűzopár, tehát a vörös erős kövek, az ütős kövek, és vannak olyan dolgok is, amikor valaki folyamatosan energiát veszít, vagy azért, mert tele van stresszel és problémával, vagy azért, mert más elviszi róla az energiát. Hogy biztos voltál te is úgy, hogy már valaki közeléből el akartál menni, mert rosszul érezted magad, csak nem tudtad ezt megmagyarázni magadnak. Mert ezek a úgymond energiavámpirok, és akkor itt jön be a turmalin, a fekete turmalin, az onyx, a gránát, nagyon erős védőkövek, nagyon védik. Középkorban az anyák az újszülött fiaiknak onyxból csináltak például gyűrűt. Ezért csinálták, hogy ez védje őket minden negatív energiától, szellemektől és különböző entitásoktól. Szellemi praktikákra is szoktak a hölgyek ásványokat vinni? Így van. A rózsakvarc, rodonit, rodokrozit, a végtelen béke és szeretet harmónia köve. Hogyha egy ilyen szép rózsakvarc geodát rakunk például a hálószobánkba, akkor azt mondják róla, hogy behozza a szeretetet és a szerelmet például, és nagyon jó harmonizál, nagyon szelíd gyógyító. Ugye ez egy nagyon ismert kő, nagyon sok embernek jó. Tehát az emberek 80%-ának használ a rózsakvarc, még annak is, aki nem hisz benne. És hát szokták vinni, hogy a szerelmet meghozza igazából. A medálokat mindig a csecsemőmirigyen kell. Nekem is most tenyésztett gyöngy van rajtam, kis angyal figurába. A csecsemőmirigyre itt aktiválja az immunrendszerünket, ezért nagyon jó. A fülbe valók az agyféltekéket egyensúlyozzák ki, és minél nagyobb maga az ékszer, tehát minél vastagabb, annál jobb, erőteljesebb hatása van neki. Bár vitatott, és ez nem egyértelmű, hogy ha egy kő meg van csiszolva, lehet, hogy veszít az értékéből. Van, aki inkább azért szereti a maga, amik nincs kicsiszolnak, azok a köveket, de van, akik meg nagyon szeretik a kicsiszolt ásványokat hordani. Mi számít igazi kuriózumnak ezek között az ásványok között? Ami egyedüli, amit mondtam, például a sugirit és a csaurit, és az ametisztet, ezek együtt vannak a földben, de sugirit és csaurit már nagyon kevés van például. És mindig jönnek új dimenziós kövek, például egy ilyen új dimenziós kő a prenit. Ez a gyógyítók gyógyítója.
ami nagyon erősen tudja az energiánkat és helyre rakni, akik ugye gyógyítással foglalkozunk, hisz mi más emberek energetikájába nyúlkálunk. Aztán amit szeretnék én, hogy jobban a hölgyek viselnének, ezek a tenyésztett gyöngyök, hisz a gyöngy a nőiesség, a női vonalt erősíti, és ugye nagyon a nőkből, nagyon sok nőből kiveszett a nőiesség, és ezt vissza tudjuk hozni, és ugyanígy például a kagyló. A kagyló és a nőiesség, hát ez mellett meg a pénz és a sikernek is hát ezek nem kövek, ugye, tenyésztett gyöngyök, kis kagylókák rakják össze, de hogy én szeretném, ha a hölgyek több ilyen tenyésztett gyöngyöt hol viselnének magukon.